Szevasztok srácok, Scan vagyok, és ez itt a Peonza bemutató videó 9. része, amiben az Azteca Peonzát fogom nektek bemutatni. Szóval annyit erről a Peonzáról, hogy már nem kapható szinte sehol, egyébként lehetséges, hogy internetes oldalon tudtok rendelni. Ezt a Peonzát én speciál egy Peonza versenyen nyertem, ahol nem mester Peonzákat osztogattak, amiről egy másik bemutató videóban lesz szó, hanem ilyen Azteca Peonzát lehetett kapni. És ezt nem nagyon tudjátok megvenni boltokban, ha igen, akkor nagyon drágán, szóval inkább menjetek el egy versenyre, és próbáljátok ott megnyerni, tényleg nagyon nagy élmények a versenyek, muszáj egyre elmennetek, ha még nem voltatok. Szóval ez a Peonzáról annyit, hogy ilyen azték görögös design van rajta itt körbe, így egy ilyen műanyag rész van itt rajta körbe, és ez is teteje valamin egy ilyen mexikói, ugye azték jel szimbólum látható, ami az egyik Orionnak a belsejében ugye van a gyémánt teteje, és ha benézünk, akkor a teteje fedő kupakjában van egy ilyen jel, ami ugyanehhez hasonló, tehát tényleg ez egy nagyon érdekes szimbólum, és ha egy olyan Peonzát kifogtok, például egy Oriont, aminek ilyen van a belsejében, akkor ez egy limitált kiadású Peonza, ezt még nem tudtátok, egyébként tényleg ez nekem is új volt, mivel az összes többi Orion Peonzán belsejében ugye az a gyémánt szimbólum található meg, ami a Diamanték tetején van, és tényleg ez egy ilyen limitált Peonza, az van ráírva, hogy Lina Cometa, Made in Mexico, ugye rövidebb a pörgőtűje, egyébként ez is strapabíró Peonza, és én is ezt a haladóknak ajánlom. Nagyon király Peonza, viszont kezdőknek nem annyira, mert törékeny, és én is csak egyszer-kétszer használtam, egyébként a gyűjteményemben van, mivel ugye ez egy ilyen limitált kiadású Peonza, nyertem egyébként, tehát ez nekem azért jelent akkora értéket. Szóval szerintem ez volt a bemutató videóm az Azteca Peonzáról, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha szeretnétek többet, akkor pedig iratkozzatok fel, szavaztok!